A Györffy István Katolikus Általános Iskolában a veszélyhelyzet miatt elrendelt tantermen kívüli digitális oktatásra való átállás időben elindult. A szükség szülte online oktatási rendszerüket Ekréta házi feladat felületén Google alkalmazással és az osztályok Facebook csoportjait azóta is fejlesztik. Egyre gazdagabb a pedagógusok módszertani kultúrája. Felmértük azt, illetve kértük, hogy jelezzék, hogy ki az, aki egyáltalán nem tudja megoldani a gyermekének a felügyeletét, hiszen azoknak kis csoportos tanulói felügyeletet biztosítottunk. Hál' Istennek a mai napig nincsen olyan tanuló nálunk, akinek kis csoportos tanulói felügyeletet kellene biztosítani, de természetesen elküldtük a nyilatkozatunkat a tankerület felé, hogy amennyiben a mi iskolánkban ilyen tanuló jelentkezik, akkor mi annak a felügyeletét itt az iskola épületében ellátjuk. Természetesen a szülőket próbáltuk meggyőzni arról, hogy a gyerekek a legjobb helyen otthon vannak, hiszen így tudjuk megóvni őket attól, hogy elkapják esetleg a betegséget. Az étkezéssel kapcsolatban is kértük a szülőknek a nyilatkozatát. Hétfőn még mindenki megkapta az ebédet, amit pénteken megrendeltünk, kettő viszont már csak az, aki szeretné igénybe venni továbbra is az étkezést. 6 tanuló étkezik jelen pillanatban nálunk. Ők az Essen Kft-től kapják az ebédet. Az én tájékoztatásom szerint kicsomagolva vihetik haza, és úgy fogyaszthatják el otthon az ebédet. Természetesen bárkinek bármikor, hogyha szüksége van arra, hogy szeretne bekapcsolódni a gyermekétkeztetésbe, akkor lehetősége van, ide telefonál az iskolába, és akkor mi intézzük. Ugyanígy van ez a tanulói felügyelettel is. Az új munkaforma alkalmazásakor is fontos szempont számunkra a tanulók életkori sajátosságainak, egyéni képességeinek, lehetőségeinek szem előtt tartása. A visszajelzések többnyire pozitívak, bár minden részvevőtől kitartó, lelkiismeretes, sokszor előfeletti munkát igényel. A oktatás az, ami a legnagyobb kihívás számunkra, én úgy gondolom, hiszen úgy kell megszerveznünk az oktatást, hogy mindenki részesülhessen benne. Azzal természetesen tisztában voltam az első pillanatban, amikor bevezetésre került a tantermen kívüli digitális oktatás, hogy nem minden család rendelkezik egyforma eszközökkel. Ennek megfelelően én arra kértem a kollégáimat, hogy úgy gondolják át a digitális oktatást, hogy az mindenkinek elérhető legyen. Jelen pillanatban ott tartunk, hiszen az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatnak, illetve hétfőn az volt az első feladata az osztályfőnököknek, hogy mérjék fel, hogy az osztályukban milyen eszközökkel rendelkeznek a tanulók, hiszen az iskolait azzal én tisztában voltam, azt már én felmértem vasárnap, és arról tájékoztattak kedden reggel, hogy mindenki elérhető valamilyen digitális formában. A munkacsoportot, amit hétfőn létrehoztunk, nekik az volt a feladatuk, hogy gondolják át, hogy milyen formába továbbítsuk a gyerekeknek a tananyagot digitális formában. A munkacsoport, mire én visszaérkeztem az önkormányzattól az egyeztetésről, amit polgármester úr hívott össze, akkorra átgondolták azt, hogy az iskolánkban melyek azok a lehetőségek, amelyekkel továbbítani tudjuk a gyerekeknek a tananyagot. A következőben állapodott meg a tantestület, amit kedden a következő értekezleten el is fogadtunk, hogy igyekeznek classroomos csoportokat kialakítani. Ez szinte minden osztályban már működik, de a Facebookon is addig, amíg minden gyerek nem csatlakozik ezekhez az osztályokhoz, addig úgy próbáljuk meg elérni. Az osztályoknak most nagyon jó hasznát veszük, hogy régóta működnek már Facebook csoportok, és akkor ott minden tanuló elérhető, illetve a kisebbeknél a szülő elérhető, hiszen azért egy kis kitérővel hadd mondjam el, hogy itt azért óriási nagy szerepe van a szülőknek, és én nagyon hálás vagyok, hiszen mindenki egy emberként sorakozott föl a tanulók, illetve a pedagógusok mellett vagy mögött, és együtt próbáljuk ezt a igen nehéz helyzetet áthidalni. A tanulók szépen haladnak a tananyaggal, a támogató, biztató, otthoni szülői háttérrel. Mindenkinek egyre jobban hiányoznak a személyes kapcsolatok és a közösségi élmények. Így kedveltek a hangulatos Skype-os és videós üzenetes órák.
Mi, mint ahogyan említettem, az órarend szerint haladunk, tehát minden tantárgy benne van. Én úgy gondolom, hogy azok a tantárgyak, amelyek nem fő tantárgyak, de mindenféleképpen a gyerekeknek a lelkét is gondozni kell, és én erre szeretnék nagy hangsúlyt fektetni. Itt elsődleges feladata az osztályfőnököknek van, de természetesen a szaktanároknak is, hiszen amikor fölvesszük a gyerekekkel a kapcsolatot, én magam is két osztályban tanítom a történelmet, és akkor mindig egy-két kedves gondolatot az elejére, meg a végére is, jó egészséget, maradjanak otthon, tartsanak ki a legközelebbi viszontlátásig, tehát vannak ilyenek, és ezt kapjuk a gyerekektől is, tehát én úgy gondolom, meg a szülőktől is, én úgy gondolom, hogy erre mindenféleképpen szükség van. És azoknál a tantárgyaknál, ahol most nem feltétlenül a szorzótáblát, vagy nem a francia forradalmat kell megtanulni, ott erre is van egy kis lehetőség, hogy a gyerekeknek a lelkével is foglalkozzanak. Annál is inkább, mert mint tudjuk, hogy a katolikus püspöki konferencia elrendelte, hogy nem lehet szentmiséket látogatni. Természetesen Zsolt atya tartja a szentmisét, és erről a, hál' Istennek a helyi televízió jóvoltából, erről a interneten keresztül értesülünk, illetve hát részt is vehetünk rajta, ha virtuálisan is, de részt vehetünk. A digitális oktatáshoz szükséges eszközökkel minden család rendelkezik. Voltak segítő felajánlások magánszemélyektől és szervezetektől. A katolikus egyházi intézmények tanulóinak a digitális eszközellátottságát a fenntartó és a katolikus pedagógiai intézet és az iskola alapítványa is támogatja rászorultsági alapon.